reprezentált, hiába, tehát hogyha van egy etnikai csoport, ahol valami túlreprezentált, és van egy másik etnikai csoport, ahol alulreprezentált, akkor sem mondhatom azt, hogy minek? Ezek olyanok. Persze, egyfelől, hogy nem, de... Másfelől, hogyha én azt mondom, hogy azokkal a gyerekekkel kell foglalkoznom, akik az iskola előtt erre rászorulnak, akkor jobban tudom kezelni, mint hogyha azt mondom, hogy a cigány gyerekekkel kell foglalkoznom. Miért nem lehet megmondani azt, hogy vannak, akik bűnözők, ezt kell csinálni velük. Vannak, akik nem dolgoznak, vannak, akik, mit tudom én, írni-olvasni nem tudnak. Tehát ugye, ha megmondom azt, hogy mi az, amit nekem kezelni kell, és ez nem etnikai alapon, hanem a rászorultság alapján, akkor nem csak, hogy igazságos, ez igazságtalan. És ráadásul hatékonytalan. Tehát beszélhetünk, mondhatjuk százszor, ezerszer azt, hogy Istenem cigány gyerekek, Istenem cigány munkanélküliség, Istenem mit tudom én micsoda, nem mosakodnak, nem tudom, ettől nem oldom meg. De. Csak egyre nagyobb lesz a feszültség. Nem azért, mert meg van tiltva, mert állandóan mondják. Nem azért, mert meg van tiltva, hanem azért, mert a józanész is az diktálja, meg a jó szív is az diktálja, hogy ezeket a dolgokat nem etnikai alapon kell megoldani, és nem is etnikai alapon kell beazonosítani. Én sem azt mondom, hogy etnikai alapon kell megoldani. Hát az... Én azt mondom, hogy nevezzük nevén a gyereket. Tehát ugye a cigány bűnözés, mint kifejezés. Ugye sokan úgy értelmezik, hogy azt jelenti, hogy minden cigány bűnöző. Nem azt jelenti. Ha sokan így értelmezik, akkor nem mondjuk. Akkor nem mondjuk. Hát de könnyű, erről szól a szemantikai háború egyébként az elmúlt 20 évben zajlik Magyarországon, hogy bizonyos szavakat kisajátít a bizonyos csoportok, és végül nem használhatom. Tehát most ez az egyik része. De a másik, megint egy példát tudom felhozni, a nagy liberális nyugatnak a példáját, amikor az Egyesült Államokban ugye statisztikákat vezet a rendőrség arról, hogy milyen származások, milyen bűncselekményeket követnek el. Angliában ugyanez a példa, tehát ők vezetik azt, hogy a fehérek által a feketék ellen elkövetett bűncselekmény, a feketék által a fehérek ellen, feketék, ázsiaiak, stb. Ott szabadít, pedig nem. Tehát ez már kriminológiai szempontból is egyébként jelentős. Hát például nem volt holokauszt. Szabad ez. A társadalmakban talán éppen azért lehet, és nálunk meg nem lehet, mert már bizony tömegeket írtottak ki az alapján, hogy vezethették azt, hogy egyébként milyen származású. Ne felejtsük el, hogy hol élünk, és miért érzékeny az ember. Nem azért, mert liberális vagy nem liberális, hanem azért, mert a történelmünkben ez nagyon-nagyon nagy seb. Szabadjon egy személyes statisztikát bevezetnem. Én 1964-65-ben az államvizsga előtti gyakorló időmet, jogot végeztem, Tökölön a fiatalkorúak börtönében töltöttem, mint nevelő. És a kisrablóknak a több mint fele cigány volt, és több mint fele állami gondozott. A két halmaz nem esett egybe. Mert a cigányok általában ritkábban adják állami gondozásba a gyereküket, mint a nem cigányok. És tehát két különböző halmaz volt. Vagyis miről van itten szó? Arról van szó, hogy van egy olyan réteg, amelyben volt ott egy csomó olyan cigány gyerek, aki örült, hogy börtönben van. Mert kapott enni, ruhát, fűtöttek, minden, nem tudom, három naponként volt fürdetés, meg minden. Otthon ilyen módja nem volt neki. Tehát az ő számára, hogy úgy mondjam, egyenes út vezetett a kitörés útja volt a börtön. Most volt egy másik társaság, amelyiknek a növekedése az a szeretetlenség, családtalanság, apátlanság, anyátlanság körülményei között történt. Ugyan volt neki ruhája, meg minden csodája az állami gondozottságban, de mégis volt egy olyan nagy lelki hiánya, amit valahogy pótolni akart, és akkor ezért lett, hogy úgy mondjam, deviáns, és követette a különböző bűncselekményeket. Mostan ez a kérdés egy nagyon bonyolult kérdés, amit most én szerintem itt hirtelnyiben nem tudnánk megválaszolni, legalábbis én nem tudnám. Én még két dolgot ott tegyek hozzá, itt Erzsébet gondoltához, hogy elfogadom, tehát az a holokauszt érvelést abban a szempontból, hogy ugye szembe kell nézni mindenkinek a saját múltjával, nekünk a kommunizmussal, és egyébként illene szembe néznünk. De pont te mondtad egyébként a legeslevé ennek a műsornak azt, hogy tehát ne visszafelé nézzünk, hanem előre, tehát akkor most felejtsük el azt, hogy itt volt holokauszt, vagy nem, és akkor oldjuk meg a problémát. Ez az ellenérv. A másik pedig, ugye, hogy nem volt holokauszt, Amerikában nem volt holokauszt, mondjuk a nyugati világban. Ezt
persze elfogadom, azonban volt pontosan a szegregáció, az elég masszív jelenség volt az Egyesült Államokban, és aztán még hozhatnám a diafrikai példát is, ahol előbb a fehér kisebbség nyomta el a fekete többséget, vagy a fekete többség a fehér kisebbséget. Tehát könyörgöm, tehát ez a tipikus kettős mérce, tehát nekik szabad, nekünk nem, kinek mit szabad, nem, tehát az a, tehát próbáljunk érdemben foglalkozni a kérdéssel, mert mindig minden lehet ellenpéldát hozni, ami a nyugati világban bevett, már Magyarországon pedig nem. Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések, amelyek tényleg az oktatásban, a családi pótlék feltételhez kötésében elindultak, ezeknek egy bizonyos idő után már érzékelhető hatásuk és eredményük lesz, és akkor majd meg lehet beszélni a következő lépéseket. Még van néhány percünk, nagyon szeretném, hogyha szót ejtenénk arra. Ugye ma pénteken lehet leadni a kopogtató cédulákat az önkormányzati választáson jelöltek, polgármester jelölteknek, és valamikor jövő hét elején fogjuk megtudni, amikor hitelesítik, és kiderül, hogy ki a hivatalos jelölt. Kis pártok esélyeit hogyan látjátok? Nem nagyon gondolnám, hogy komolyan labdába fognak rúgni, bár a magam részéről hihetetlenül élveztem, amint a szépkorúak társaságának főpolgármester jelöltje énekelt a színpadon, majd pedig az ő tiszteletére a szépkorúak hölgykara kán-kán táncolt. Mm. Szóval azt hiszem, hogy ez a politikai életnek egy olyan különleges színfoltja, ami mondjuk megér egy 5 perces közvetítést. Az biztos, de az milyen színfoltja a politikai közéletnek? Egyáltalán annak a része, amit mondjuk a két farkó kutya párt jelöltjei adnak elő. Egy stand-up comedy-nek szerintem szuper, de hogy ezt politikának lehet nevezni, azért kétségeim vannak. És van 2% mért eredményük, ami nem hiszem, hogy egyébként szavazatokban, remélem, hogy azért az teljes értékvesztés nem fog megmutatkozni, hiszen az, hogy valaki bemondja, hogy két farkó kutyapárt, és akkor, amikor viszont állampolgári kötelességből reméljük elmegy szavazni, akkor ez egy két különböző szituáció. Én azt látom, hogy ma Magyarországon a választások óta még inkább erodálnak a pártok, kivétel az egy nagy. Most ez van, meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. Voltak a történelem során olyan erodációs folyamatok, amikor tulajdonképpen csak egybe lehetett bízni. Ennek is megvan a maga előnye, és aztán szépen lassan fölnőtt az ellenzék, és talán majd kialakul valami arányosabb rendszer Magyarországon. Én nem bánom azt, hogy most egyelőre egy ilyen komoly nagypárt körül tulajdonképpen dominálja ezt, mert bizonyos dolgokat meg kell csinálni. Én úgy látom, hogy a kispárok esélytelenek nyugalmából indulnak ezen a választáson. Igazából, akik bejutottak az országgyűlésbe, azoknak már eleve jó, tehát maximum, hogyha még több helyet szereznek az önkormányzatokba, akkor annyival jobb nekik. De egyébként ez a kétfarkú kutyapárt kérdés azért elég érdekes abban a tekintetben, hogy lehet őket szeretni, nem szeretni, nyilvánvalóan torzíthatja egyébként a végeredményt, hogyha akármilyen szavazatot is adnak le rájuk, de ez egy megint csak a rendszernek az eredménye, tehát hadd tekintsek vissza egyébként, ugyanúgy, mint a radikálisabb megnyilvánulása és a radikális vonalnak a megjelenése a parlamentben, lásd Jobbik. Lehet a Jobbikot szeretni és nem szeretni, de én továbbra is azt mondom, hogy az elmúlt 20 év termelte ki magából egyébként ezt a típusú igényt és reakciót, mert igény van rá, és már bocsánat, igény van a hülyeségre is, meg a civizmusra is, amit a két falu kutyapárt egyébként zseniálisan képvisel, és sajnálom, hölgyeim és uraim, mi tettük ilyenné a rendszer az elmúlt 20 évben, és mi az a komplett társadalom, és egyébként tegyük hozzá a komplett politikai elit. Igen, hát ugye talán a nézők közül is sokan látták azt a társalgást, amit az ATV-ben folytatotta ennek a pártnak az egyik polgármester jelöltje az ottani sztár műsorvezetővel, és megkérdezte, hogy miért akar ön polgármester lenni. Hát a pénzért felelte, jó vastag borítékért. Most kétségtelen, hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, érdemes volna megnézni azokat a polgármestereket, akik ezért lettek polgármesterek. És hogy az anyukája szaladgálhasson az összenyitott gangokon. Hát nem láttunk mi olyant, hogy 10 milliárd forintot elköltöttek abból a célból, hogy legyen egy nem létező kormányzati központ. Dolgok összeérnek, milyen érdekes, ugye? Köszönöm már a beszélgetés nézőinknek a figyelmet, viszontlátásra jövő héten.